18. fejezet A rémület Vizi Kornél államtitkárságáról egyre határozottabb formában beszéltek. A jelölt a kormány teljes bizalmát bírta. Sokszor már úgy volt, hogy a kinevezés másnap megtörténik, de az ügy megakadt, elaludt valahol. Erre piszkálgatni kezdték, és újra föllobbant. Elsősorban Tatár Gábor meg a barátjai szorgoskodtak. A parlamenti folyosóról, a pártkörökből azt a választ kapták, hogy minden rendben van. Közben kitavaszodott. A kristinai gesztenyefákon ismét megjelentek a fehér virággyertyák. Az alagút, tojásdad, bidermájer kerete zöld lombokat mutatott az április aranyporában és a vargák ismét kiálltak a műhelyeik elé régies, cészerű bőrkötényeikben. Viziné nagyszombat délutánján a föltámadási körmenetre ment. Az Attila utcából nézte az ősi templomot, melyben Hajdan szécsényi István örök hűséget esküdött Szejlern kreszcenciának. Már lassan megindultak az ászlók. A tömeg fölött sétálva, mint egy maguktól járva, mikor odalépett hozzá Tatár Gábor, s gratulált neki, mint államtitkárnénak. Másnap az újságok is közölték a kinevezést. Vizi legnagyobb álma beteljesedett. Államtitkár lett. Nem igazi államtitkár, ahogy remélte, csak helyettes, de olyan széles ügykörrel, hogy becsvágya kielégült. A húsvéti ünnepeken egymásnak adták a kilincset a gratulálók. Ezeket méltó módon fogadhatták. Lakásukat a várakozás hosszú hónapjai alatt kicsinosították. Egy kristálycsillár lógott a mennyezetről, s a falikarok, melyeknek villanygömbjeit piros sejemsipkák borították, színpadi fényt szórtak az új tapétákra. Állandóan az asztalon álltak a konyakos palackok, szivarok, cigaretták. Vizi már állami autón robogott a háza elé. Most nem lehetett tovább halogatni az estét sem. Össze kellett hívniok ok barátjaikat, akiknek annyira le voltak kötelezve. A háború óta egyetlen egy nagyobb estét sem adtak. Mikor Lajstromot készítettek azokról, akiket okvetlenül meg kellett hívni, kiderült, hogy legalább 25-30 vendégre számíthatnak. Vizi súlyt helyezett rá, hogy az estély méltó legyen az alkalomhoz. Az asszony arra is gondolt, hogy még egy cselédet fogad a régi mellé. De egyelőre nem volt szobája. a konyhában pedig ketten nem alhattak. Május végén egy lanyha derült napon tartották meg az estét. Ekkor már az egész ház vendéglővé és cukrászdává alakult. Etel a száraz süteményeket vállalta, Steffi a tortákat. Délután befejeződött a napokig tartó hajsza, megkezdődött egy másik sürgésforgás. A vendégek elhelyezését úgy oldották meg, hogy a dolgozót, ebédlőt, szalont csak nem teljesen kirakták, ebben a három szobában terítettek föl. Moviszterék és drumáék kölcsönadták az ezüstjeiket, a székeiket. Vizikornél háza ragyogott. Amikor este Ficsor az ünnepi egyenruhájában kinyitotta a kaput és beengedte a vendégeket, Látni lehetett a lépcsőházat, mely a tetővilágításával egyetlen kis zárt palotává varázsolta a házat. A lépcsőkön piros gyökérszőnyek futott az első emeletig. Itt a legmagasabb lépcsőfokon állt a házigazda szalonkabátban és nagyon szeretetreméltóan, integetve az érkezők felé, szinte fiatalabbá válva, megszépülve a tudattól, hogy mindent elért, amit életében elérhetett. Minisztériumi barátai jöttek. Az ismerősei, akikkel üzleti ügyek kötötték össze, néhány katonatiszt és pap, Tatár Gáborék a két lányukkal, Jancsi fragban érkezett. Nagy virágkosarat hozott Angéla néninek. Pont kilenckor haladt föl a lépcsőn a miniszter, az ő reszort minisztere a feleségével. Vizi pár lépcsőfokkal eléjük sietett, kezet csókoltak kegyelmes asszonynak, valamit mondott a miniszternek, ezen mind a ketten hahotáztak, aztán bekísérte őket. A többi vendégeket már, mint pótházi gazda, csak druma fogadta. Etelés Tefi szolgált ki, Úri szobalánynak öltözve fehér kötényben, fejükön bóbitával. Anna konyhában maradt. Ő a rántott csirkét sütötte, zsírral locsolgatta a fiatal libákat, hogy szépen piruljanak. Ezek a lányok, akik kibe jöttek a tálcákkal, időnként hírül hozták, hogy mi van benn. A méltóságos asszony a miniszter mellett ül, lila bársonyruhájában, fülében azokkal a nagy gyöngyös aranykarikákkal. A méltóságos úr a miniszternének udvarol, Jancsi kérem a doktornének. Most a miniszter szónokolt, aztán tatár méltóságos úr, aztán druma, végül vízi. A taps, az meg megmegújult. Miután Etel bevitte a májusi bort is és kihozta a tálakat, ezt újságolt a Stefinek. A nagyságák már bementek a szalomba. Mit csinálnak? Beszélgetnek. Miről? Hát miről, a cselédekről? Másról se tudnak azok beszélni, szólt Stefi elbigyezve száját. Együnk, indítványozta Etel. Ölébe vette egy pecsenyés tálat, kézbe fogta a liba püspök falatját, és harabdálni kezdte. Stefi késsel villával evett, finoman. Maga miért nem eszik? kérdezte Etel Annát. Majd eszek, Mit spórol nekik? biztatgatta Etel. Ne sajnálja őket. Most van maguknak, szólt Stefi is. Az, gyökkintett Etel. Maguknál is nagyban megy a ronyszedés, tarkát nem is szednek, nem sokára majd inast meg szakácsot tartanak. Komornyikot tette hozzá Stefi gúnyosan mosolyogva, úgy, mint nálunk volt a gróféknál. Etel csemcsegett. Stefi a tűzbe bámult. Nálunk a komornyiknak télen még az újságokat is meg kellett melegíteni. Miért? Mert kívülről hozták, és hidegek voltak. Az öreg gróf egyszer visszaküldte a komornyikkal, hogy melegítse meg. Aztán mindig meg kellett melegíteni. És tudja Etel, hogy mivel tüzelt a szakács a háborúban, mikor nagy láng kellett neki? Zsírral. Merőkanál számra dobta a tűzre, úgy ám. Mit fáj az magának? kérdezte tőle Etel teleszájjal. Rágta a csirkék nyakát, feltörte koponyájukat, hörpingette belőlük a velőt, kenyérbeleket mártotta lébe. Jól tették, helyeselt, ha tehették. Legalább magának is jutott. Az a fő, hogy legyen mit tenni. Az embernek úgy sincs egyebe, csak amit megeszik. Etel még mindig nem fejezte be vacsoráját. A tányérokról kivett egy-egy csontot is, leszopogatta. Nem utálta ő az urak száját. Összeöntögetett magának egy kis bort a különböző poharakból, és ivott. Ben megzendült az ongora szó. Etel kitárta a konyhajtót, hogy jobban hallja. Bólintgatott a muzsika ütemére a fehér bóbitájával, mint egy kövér öreg angyal. Már táncoltak. Etel meg Stefi félrehúzta az asztalokat. A párok nem fértek el, sokan az előszobába szorultak. Jancsi is kilebegett Moviszternével. Csupa tréfából áttáncolt a hálón, át a lakásba, körbe-körbe. Egyszer, mikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította a párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fölkacagott búgva. Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától piros füllel, meghallotta ezt. Oda tekintett. Vissza akart futni a konyhába, de neki ment a falnak. A lámpák valami kancsal fényjel föllobogtak. Különben a mulatság sokáig tartott. Csak Móviszter szökött meg mindjárt vacsora után, a többiek maradtak. Még a miniszter sem mozdult, kitűnően érezte magát, Mindenki kitűnően érezte magát. Talán azért, mert a miniszter is kitűnően érezte magát. Derűs könnyed lármazizegett. Nem vitatkoztak, hanem fölolvattak, elterpeszkedtek egy diadalmas jó érzésben. Kis plegykák sisteregtek, hogy kivált vált el, ki halt meg, kikövéredett és ki soványodott meg, és az emberek, akik egy-egy bizonytalan ismerősüket összetéveztették egy másikkal... Miután értesültek, hogy az, akire gondoltak, nem az, hanem egy másik, és aki elvált, már másodszor nősült, és az, akit élőnek képzeltek, már régen halott, és a sovány tulajdonképpen kövér, és a kövér tulajdonképpen sovány, elhelyezvén az illetőket agyuk megfelelő rekeszeibe, megnyugodtak. Vizinét egyre jobban izgatta a vendégeinek vidámsága. Ideges ásításokat nyert letorkába, kimerült a több napi háziasszonyi teendőktől, de főként az üres gratulációktól, melyekre épp oly üres szavakkal kellett válaszolnia. Figyelte az urát a füstön át, ki messze tőle a harmadik szobában a miniszter körül buzgolkodott, s bókolt a hölgyeknek azzal a hazug kedvességgel, melyből annál több marad, minél inkább pazarolják. Valahol egy ablakmélyedésben rábukkant egy csinos, szőke bécsi asszonykára, akivel ma este még nem beszélt. Ez valami nagy vállalkozó felesége volt. Minthogy nem tudott magyarul, nem vehetett részt az általános társalgásban, s így épp úgy el volt szigetelve, mint ő. Viziné leült melléje. Nagyon részletesen elmesélte neki, németül, a kis leánya halálát. De ezt már annyiszor elmesélte, hogy most csak kopogó, gépies szavait hallotta, még a fájdalom vígasztalását sem érezte. Az ingaórát nézegette, alig várta, hogy menjenek. Háromkor a miniszter fölkelt. Vastag füst volt. A kék göngyölegek egészen eltakarták a csillárt, nem is világított jobban, mint novemberi éjszakákon a ködben egy utcai gázlámpa. Vizia az asztal szélén bóbiskolt, lógó fejjel. Hallgatta, hogy kordul a miniszter autója, hogy pihen el lassanként a távozó lármája. Minden jó volt, gondolta, minden szép volt, csak hogy ez is megvolt. De már csuklott. bikarbónát vett be és lefeküdt. Az asszony ott maradt az asztalnál. Szemlélte ezt a pusztítást szeszélyes, futurista színfoltokban rémlett eléje egy üvegtányérkán a baracklekvár sárga maszatja és egy kés Káposztásrétes Káposztás rétes és sajtharang, fogpiszkáló és majonéz, bagólé és májusi bor a szagos műgével. Szeretett volna ismét rendet teremteni, vagy lesöpörni mindent a kezével. Annyira fáradt volt, hogy azt kérdezgette magától, miért is esznek az emberek. Bejött a három cseléd, kiszellőztetett velük, Stefit és etelt fölkülte. Anna ott motozott az asztalon, az orra előtt. Fölemelt egy kancsót, aztán megint visszatette. Hagyja, lamentált Viziné, eltakarva a tenyerével a szemét. Úgy unom már látni se szeretem, az Isten áldja meg ne zörögjön, csukja be az ablakokat, és menjen maga is aludni. Majd holnap leszed, ne zavarjon. Reggel pedig föl se keltsen, aludni akarok sokáig. Az ura az égő villanynál horkolt. Ő kikapcsolta ruháját, odadobta valahová, szinte beleugrott az ágyba. Alig öt percre rá nem, még annyira sem az ebédlő ajtaja kinyílt, és belépett Anna. Anélkül, hogy lámpát gyújtott volna, ismét babrált az asztalon, talán mégis le akarta szedni, hogy reggel ne legyen annyi dolga. A sok kacaj terefere után nagy csönd volt itt. Benn az úr fűrészelő horkolása csak még nagyobbá tette. Egyszerre oly zaj dördült végig a földült szobákon, mintha a pisztolyjal lőtték volna. Anna, aki nem ismerte az idegen bútorokat, feldöntött egy tölgyfaszéket. Moviszterék egy székét, az teljes hosszában elvágodott a padlón. Várt, hogy mi lesz. Gazdái az első mély álmukat aludták, nem ébredtek föl. A szomszédban egy kutya vonított a teleholdra, ott nem messze tőlük a tábor utcában, a hattyú, az a nagy, fehér kutya, amelyiket ismert. Anna ide-oda lépegetett. Visszaszaladt a konyhába, evett valamit a sötétben, gyorsan és mohón, ami véletlenül keze ügyébe esett, egy rántott csirkecombját, meg sok-sok süteményt. Utána az előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna innen menni valahová. De másra gondolt, hangosan a fürdőszobába futott, onnan a sárga tapéta ajtón a hálóba. Viziné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül. Kicsit fölemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas, nehéz pilláit, s bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami szellem ezüst párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető a bal kezével megfogta az ő kezét. Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra merett. Mit akar? suttogta Viziné. Anna, maga az? Menjen aludni! A jövevény nem felelt, csak ült, csak fogta a kezét. Nem engedte el. Lassan mozgott, s pusztán ettől a furcsa lassúságtól borzadt meg, mert oly lassan mozgott, oly lassan, hogy azt nem lehetett kivárni a még szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa, ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához szorította, valósággal ölelte már. Kornél sikoltott egyszerre. Kornél, kiezít, Kornél, segíts! Segítség! Segítség! Akkor már egy ütést érzett a mellén, egy hatalmas ütést, amilyent még nem érzett. Őrült, mondta Aléltan, és visszaesett párnájára. Vizi, akinek a feje elnehezedett a bortól és álomtól, motyogott valamit, de már kiugrott az ágyból, ott állt a szoba közepén, hosszú térden alul érő hálóinkben. – Mi az? – ordított. – Ki a segítség? Gyilkos, gyilkos! A kés fényét pillantotta, meg a pengét. A nagy-nagy konyha kést, azzal hadonászott a -e leány. De hogy ki van itt, és mit művelt, hogy – Férfie vagy nő arról fogalma sem volt, csak azt látta, hogy valaki a szalon ajtaja felé oson, menekülni próbál. Utána vetette magát és dulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc volt. Anna megrémült, hogy bántani akarja őt, s épp úgy félt, mint a gazdája. A testi munkától izmos balkarjával átkapta derekát, gáncsolta és teperte. Rövid ideig birkóztak. Vizi a fehér díványnál elvesztette egyensúlyát, a díványra bukott, innen le a földre. A leány vad düvel mellére térdelt, és döfte, szúrta, ahol érte a mellét, a hasát, a torkát. Aztán a kist a sarokba hajította. Nem törődött semmivel. Áttántorgott a szalomba. Megmosta a kezét a vízvezetéknél szappannal, majd visszajött a szalomba. Valami csöpögött a másik szobában is, csip-csöp, mint a vízvezeték, amikor nincs elzárva a csap, és szivárog, csip, csöpp, csip, csöpp. A vér csurgott. Horgolt az úr, mozgolódott, egyre halkabban morgott. Anna ledőlt a hencseres elaludt. Reggel hatkor a kapujuk előtt csöngetett a szemetes. Indult, hogy kiadja a szemetet, s utána majd takarítson. Fényes hajnal volt. Szemeit dörzsölgetve nézte a lakomadús roncsait, ezt a cirkuszi összevisszaságot, még mindig nem tudva, hol van, hogy került ide. Most megállt, és már nem ment tovább. A hálószoba két ajtószárnya be volt hajtva, csak egy újnyirés maradt. Úgy látszik, ő vonta be maga után, amikor kitámolygott onnan. Nem mert benézni. Hallgatózott. Semmit se hallott, csak a csöndett, a mélységes csöndett. Ekkor két tenyerét arcára tapasztva eliszonyodott magától. Úgy félt, hogy szíve jéggé dermett. Kapkodva szedte rongyait, összekötötte a batyút ki innen, menekülni hamar el innen. A háza muri után még aludt. A padlásra is futhatott volna, vagy talán a pincébe elbújni a mángorló mögé de attól tartott, hogy a lépcsőházban valaki leselkedik rá. Batyúját ledobta. Kinyitotta az Attila utcára néző összes ablakokat, hogy ne legyen olyan egyedül. Már énekeltek a rigók, füttyel köszöntötték ezt a gyönyörű nyári reggelt. Csilingeltek a villamosok is, a svábasszonyok a szomszédos házakba vitték a tejet. Tizenegyik senki se zavarta gubaszkodott a hencseren térdére könyökölve. Tizenegy után valaki csöngetett a külső ajtón, sokáig csöngetett, minden áron be akart jönni. Alszanak! kiabált föl ennek a valakinek Ficsor. Mit csönget annyit? Hozza le, majd én átveszem. Viatoris kis fűszeres inasa volt, aki ilyenkor szokta föladni a fűszert. A házmester még ezt mondta neki. Nagy mulatság volt itt az éjjel. Moviszterné az ongorához ült, amint szokott ilyenkor, és játszott, énekelt a feje fölött. Csengett a telefon. Anna fölemelte a kagylót, de visszatette. A telefon csengője aztán folytonosan berregett. Úgy délután kettő felé zörgettek az ajtón. Nyissák ki! Nem hallják! Nyissák már ki! Még alszanak? Az nem lehet! Meg kell nézni az utcáról. Az Attila utcából is fölszóltak. Hé, valaki, ki van ott? Ott van valaki, biztosan van ott valaki, az ablakokat már kinyitották. És egyre több hangot lehetett hallani itt, meg ott, mindenütt. De ha mondom, hogy nem mentek el, nagyságos úr, azt nekünk látnunk kellett volna. Anna, Anna, alszol! Föl kell kelteni, csak dörömböljenek. Dörömböljenek jobban, Törjék be az ablakot! Az ajtót törjék be az ajtót! Feszítsék föl! Azt nem szabad, mondta Druma hangja. Tüstént szaladjon rendőrért! A biztos úr megérkezett. Hallotta, milyen cécó volt itt az éjszaka. Előbb ő is csöngetett, kulcsal kopogtatta a kilincset, de gyanúsnak találván az esetet lakatosért küldött. Az feltörte az árat. Két tanút kért maga mellé, Druma nagyságos urat meg a lakatos mestert, azokkal meg ficsorral lépett be az előszobába. Mondtam, hogy itt van valaki, bizonykodott a házmester, s megpillantotta Annát, aki már állt a hencser mellett. Hát te itt vagy, miért nem nyit ajtót, süket vagy? A rendőr ügyet se vetett rá, ment, dobogva a hatalmas lépéseivel a hálószoba felé. Belökte a két ajtószárnyat, s ott egy városligeti borzalomkamra minden iszonyata tárult a szem Ő maga is visszahőkölt. Most először fedezett fel ilyen gyilkosságot. Futólépésben rohant a lány felé, megragadta a vállát, s magáról megfeledkezve teljes erejéből rázta Te voltál! Anna lesütötte szemét, mint aki vall. Miért tetted? ordított rá a rendőr, szélesre tátva nagy száját a harcsaba bajuszával, és a szeme kidüllett. Föl fognak akasztani, üvöltötte szinte magán kívül, kimondván az ítéletet, mint az első fórum. Anna tudta ezt, de most szívét, mely megfagyott az éjszakai halálos szorongásban, egyszerre mégis valami melegség járta át, mint a tavaszi szellő, hogy tegezték, hogy ez a paraszt rendőr, aki olyan volt, mint a legények a falujában, tegezte őt, s nem is látta benne a hivatalos személyt, aki kötelességét teljesíti, csak valakit, aki az ő vére, aki az ő atya fia. Az előszobában egy csomó ember verődött össze a háziakból, idegenekből. Ezek bekukucskáltak az ebédlőbe. A rendőr erélyesen kiutasította őket. Oszoljanak, mondta, gyilkosság, Mindenki hagyja el a lakást, a törvény nevében. Házfelügyelő zárja be a kaput, senki sem mozdulhat a házból. Maga felelős érte. Antal bácsi, Szűcs Antal bácsi, a sarki őrszem, akit Anna is ismert, intézkedett. Megnyugodva nézték, minnyájan. Jól esett látni az élet roppant téboja és érthetetlensége mellett, a vér részegségében, ezt az egyszerűséget és józanságot az erő és hatalom képviselőjét, amint biztosan járt kelt, amint csattogott a karjával, amint ennyi jaj és betegség közepette, kimagasodott ez a nagy darab egészség, a széles vállával a rendőr, a tagba szagadt kövér rendőr, a társadalmi rend pillére. Hol a telefon? kérdezte Annát. S az a fejével arra felé biccentett, ahol volt. Halló? szólt a rendőr. Egy kerületi kapitányság? Halló? Halló? szűcsantal! Antal, 1327-es rendőrőrmester, alázatta jelentem a fogalmazó úrnak. Gyilkosság történt. Kettős gyilkosság. Attila utca 238 első emelet. Vizi. Mi a másik neve? Gornél, igenis. Kornél. Mind a kettő meghalt. A tettest elfogtam. A helyszínt föntartom. Igenis, fogadta a fogalmazó rendelkezéseit. Igen. 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 A lányt a szalon kájhája mellé kísérte, odaállította a fal felé, hogy meg ne ugorhassék, s ettől kezdve egyik szeme a gyilkoson volt, másik az ajtón. Levette a sapkáját, megtörölte homlokát, nagyot fújt az izgalom után. Ficsor megsemmisülten, magába rogyva a padlót nézte. Druma és a lakatos suttogott. Már is végig sivalkodott az Attila utcán a rendőrautók tülke, két kocsi jött. Az elsőben az ügyeletes tiszt kíséretében egy tanácsos a főkapitányságtól, a vizsgálóbíró és a rendőrorvos, a második telistele detektívvel. Jelentem alássan a nagyságos tanácsos úrnak, tisztelgett szűcsantal vigyázállásban összeverve bokáit. Én, mint az őrszemes rendőr, ma délután két órakor. – Ez a gyilkos? – kérdezte a tanácsos, megszakítva a szavait. – Igenis – mutatott rá a rendőr – a cselédjük. Csodálkozva nézték az urak. Hosszú gyakorlatukban még nem fordult elő, hogy a gyilkos a tetszín helyéről nem menekült volna, vagy legalább meg ne kísérelte volna a menekülést. Furcsa volt. Gyorsan körülfogták, mintha attól félnének, hogy elszökik, mintha most ők akarnák meggyilkolni őt. Jó, mondta a tanácsos. Indítványozta a vizsgálóbírónak, hogy tartsák meg a helyszíni szemlét. A daktiloszkópus fölfedezett két ép és használható új nyomot, mindjárt magával vitte a paplant, a párnahuzatot, hogy megrögzítse. A fényképészek fotografáltak. Druma bemutatkozott a tanácsosnak, az elbocsátotta őt és a másik tanút. Ebben a szalomban, hol tegnap még kopogtak, mielőtt beléptek volna, a rendőrség emberei fesztelenül dolgoztak, pedig túl a másik szobában, a ház néhai urai még ott voltak. A rendőrorvos a tanácsossal, a vizsgálóbíróval, a fogalmazóval bevonult a hálóba. Víziné az ágyban feküdt hanyat, egyetlen vérfolt nélkül, úgy tetszett, hogy csak alszik. Szája csukva volt, s körötte kis hideg mosoly lebegett. A kés egyenesen szíve közepébe hatolt. Csak egyetlen nagy sebe volt, Nyilván azonnal meghalt, belső elvérzés következtében, szenvedés nélkül. Arca valami átszellemült nyugalmat sugárzott. Vizi a dívány előtt hevert a földön, egy már megalvat fekete vértócsában, kilenc sebbel. Nyakán egy körömnyoma volt, szeme alatt egy hosszú karcolás. Látszott, hogy utolsó leheletéig viaskodott. Nehezen halt meg és, amint az orvos megállapította, jóval később, mint a felesége, hosszú haláltusa után. Álkapcáit összeharapta sasorra szigorúan, haragosan emelkedett kiviaszhalvány arcából, mind a két keze ökölbe szorult. Majdnem hősi volt ebben a halálon túli erejében, valami szép és régies, ami nincs többé. Az áldozatokon már mutatkoztak a hullafoltok. Akik annyi szörnyűséget láttak életükben, a bűnügyi bizottság tagjai maguk is elborzadtak, milyen vadállati kegyetlenséggel végzett velük a gyilkos. Amikor egyikük másikuk átment a szalomba, arcán behozta oda a rémület vízfényét, mint egy tükörben. Minden arcon a rémület volt, mert nem értették, hogy miért történt, s igyekeztek megérteni. Csak Anna arcán nem volt rémület. Ő sem értette, hogy miért tette. De ő elkövette, amit tett, és mint minthogy már elkövette, ott belül, mélyen, nagyon mélyen bizonyára lehetett valami, amiért föltétlenül, szükségszerűen meg kellett tennie. És aki belülről lát valamit, az másképpen látja, mint aki csak kívülről látja. A sarokban megtalálták a kést. Férretették, mint bűnjelet. Leltárat készítettek a bútorokról, centiméterrel mérték a szobát, széltében hosszában, fölvették a tervrajzát, beléje rajzolták a két holttestet. A doktor diktálta a jegyzőkönyvet. Ekkor kiött a tanácsos, utasítást adott a detektíveknek. Kutassák át a szobákat. Csak erre vártak mint a kopók, melyek egy fütyjelre kirohannak a vadászterületre, mind a különböző szobákba rontottak, nyomoztak, csapkodták az ajtókat. Az egyik azonnal letépte a hencserről a terítőt, alája bújt, mintha keresne ott valakit. Kinyitották az ongora födelét. Még a vendégséges asztal ételei között is kotoráztak, a habostortában egy üvegkanállal. Nyilván pénzt, az égszereket kutatták, de sehol se volt semmi. A cselédszobában fölhányták, szétszették Anna tábori ágyát. Egyik széken meglelték összekötött batyuját. A detektív behozta és kibontotta. Ott volt benne minden, amivel valaha átlépte ennek a háznak a küszöbét, az a pár rongyos zsebkendő, az a néhány fejre való kendő, a kézitükör, a vasfésű, a gyermektrombita, meg egy papírzacskó megszenesedett maróni is, csak a kék kartonruha meg a fűzős férficipő hiányzott belőle, azt már régen elnyűtte. A detektív jelentette a tanácsosnak. Az ágya se volt megvetve. Ez fontos, mondta a tanácsos. Jegyzőkönyvbe kell venni, le se akart feküdni. Előre készült rá. Most a kájha mellől maga elé vezettette, szembeállítatta az ablakokból beáramló fénynek, a nagy májusi fénynek, s ezt kérdezte. Maga tette? Én... Miért? Én... Én... Mi az, hogy én? mormogott a tanácsos bosszúsan. Ezt már hallottuk. Azt kérdeztem, hogy miért tette, miért... – Én… – Haragudott rájuk? Bosszút akart állni? Vagy bántották? Valamiért csak tette! Anna ráncolt a fiatal, de korán redős paraszt homlokát, és tördelte a kezét, sóhajtozott. – Jaj! – mondta. – Jaj! Kétszer is végig a haját azzal a modoros eszelős mozdulattal, melyet még az asszonyától tanult. A rendőrorvos tárgyalt valamit a tanácsossal. Annát az orvos még közelebb állította az ablakhoz. Becsukott tenyerét a lány szeméhez tartotta, s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék. Oda nyúlt a füle kajlója mögé, erősen nyomogatta. Kérdezősködött erről-arról, leültette egy székre, veregette a térdét. Akkor vette észre a tanácsos, hogy a lány ingén... Még két vérfolt vöröslik, akkora, mint két pipacs. A baja van, magyarázta az orvos. Erre ez a sok férfi, aki ott volt, mind annára tekintett, aztán félrepillantott férfi a szeméremmel. Különben alig véres, mondta a tanácsos, amíg tovább vizsgálgatta és emelgette a karját. Csak itt. Meg itt ittni? mosakodott? kérdezte tőle. Hol mosakodott? Ben majd úgy is levetkőztetik, mondta a többieknek. Az urak megint beszéltek egymás közt, az urak megint írtak. Mindig beszéltek, mindig írtak. Hol voltak a kommunben? faggatta a tanácsos. Hol szolgált? Kiknél? Mi annak a foglalkozása? Nem volt valami kommunista szeretője, valami terrorista, aki olyan írásokat adott magának, olyan vörös írásokat? Mégiscsak rablógyilkosságot kellett föltételezni, noha ez sem valószínű, mert a pénzt, az összes értéktárgyakat rendben találták. – Mit vitt el? – vallatta a tanácsos. – Na, mondja meg szépen, hová dugta? – Jobban teszi, fiam, ha bevallja. Mi úgyis rájövünk mindenre. Kiadta a rendeletet. – Motozzák meg! – Föl a kezet! – vezényelt a rendőr. Anna ügyetlenül nyújtotta föl a két karját, a könyökben kisébe hajlítva. Egyenesen, igazította a rendőr. Most már egyenesebben tartotta a két karját, s a gyilkos lány a legszörnyűbb bűnnel tetézve, az ott lévőknek egy pillanatig valami régi félszeg oszlopszentet idézett az emlékezetükbe, aki égnek tárt karokkal áll. A detektívek hozzáláttak a motozáshoz. Kést, lőfegyvereket kerestek nála, Végig tapogatták keblét szoknyáját elől-hátul. Semmi, mondták, semmi. Be is fejezték már a helyszíni szemlét. Jöhettek a hullaszállítók. A rendőrorvos meg a tanácsos aktákat írt alá az asztalon. Most a tanácsos odafordult a két detektívhez. Kísérjék be! Anna még mindig fölfelé tartotta a két karját, már merőben céltalanul, mert közben megfeledkezett róla. A detektívek intettek neki, hogy most már leengedheti. És ezt mondták. Menjünk! A lány nem mozdult. Erre közrefogták, az egyik detektív a karjához ért. Ő azonban egész könnyedén eltolta magától. A tanácsos, aki leföl sétált a szalomban, megállt, oda szólt a detektívnek. Bélincselje meg! A detektív a lány csuklóit egymásra tette, körültekerte a lánccal, mely halkan csattant. Anna ezt már engedte. Kíváncsian nézte meg bilincselt két kezét. A bilincs egészen új volt, még fényes is, vékonyka hitvány lánc, de azért erős, nem lehetett szétszakítani. Vastagabbnak gondolta meg Rozsdásnak, valami ormótlan golyóbissal a végén. Mégis úgy tetszett, hogy ismerte valahonnan, régi időktől fogva, talán a népmeségből, amelyekben a királyi palota mellett mindig ott a börtön. Már nem is csodálkozott rajta. Közönösen szemléltes úgy állt ott, mint aki már régtől fogva viseli és már régtől fogva megszokta. A detektív föltette fekete kemény kalapját, és útnak indította. Künn a folyoson suttogtak körülötte. Gyilkos! Itt a gyilkos! Stefi és Etel sápattan hajolt előre a második emeleti folyosó korlátján, csapkodta a kezét. Az egész ház reszketett. Később ugyanezen a lépcsőn két fekete fakoporsót hoztak föl, Abba beemelték az áldozatokat, a törvényszéki bonztani intézetbe szállították, a fagyasztóba. De alig múlt el egyik meglepetés, jött a másik. A detektívek egy fél óra múlva visszarobogtak, Ficsort és Ficsornét is bevitték magukkal a bűnrészesség gyanúja alatt. A nyomozás során gyanú támad, tudnilik, hogy egyetértésben vannak a gyilkossal, s a rokonok összejátszottak. A fölfordult házban etelházmesterkedett és druma vette át a parancsnokságot. Két válaszos sürgönyt küldetett a postára Stefivel. Az egyiket a megboldogult asszony testvérbátyjához Egerbe, a másikat Jancsihoz, aki már visszautazott Bécsbe. Állandó összeköttetésben volt a rendőrséggel. Ő fogadta a riportereket is, akik a gyilkosság hírére egymás után jelentkeztek, interjúkat kértek tőle, a cselédektől is, a megírandó színes riportok számára. Egyébként mindenki elvesztette a fejét. Moviszter is csak ámmal tartotta meg rendelő óráját, aztán átment Drumáékhoz. A ház lakói a tegnapi mulatság csömörétől álmatlanul fázékonyan bújtak össze. Drumáné teljes kávét, kalácsot adott a látogatóknak, akik természetesen folyton ezen a rémségen töprengtek. Nem értem, sopánkodott Moviszterné, nem értem, akármit csinálok, nem megy a fejembe egy ilyen lány, egy ilyen becsületes lány. Nekem már régóta nem tetszett, szólt Drumáni. A szemében volt valami gonosz, alattomos pofája volt. De majdnem egy évet szolgált már náluk, és ismertük minnyáján, olyan megbízhatónak látszott, mondta Drumáni a homlokára csapva. Most jut eszembe. Nekem volt egy kis ollom. tudod, olyan kicsit görbe körömolló. Nagyon szerettem. Ez a kis olló karácsony után eltűnt. Hetekig kerestük a Stefivel, még szóltam is neked, hogy sehol se találjuk. Fogalmunk se volt, hogy kilopta el. Végre így se jár. A Stefi nem lop, és a te eteled se. Hát kérlek, ez vitte el. Azt gondolod? Azt édesem, meg vagyok győződve, aki gyilkol, attól minden kitelik. Nem azért mondom, hiszen ismersz bennünket. Nálunk az ilyesmi hála Istennek nem játszik szerepet, de a fejem teszem rá, ez vitte el. Érthetetlen, dünnyögte Moviszterné. Az ember félni kezd, nem tudja, kikkel él együtt. Szörnyűség. Komor ideges hangulat borult a szobára. Drumáné az ölébe vette kisfiát, megcsókolta, borzongva tekintett körül a fényes polgári kényelemmel berendezett ebédlőben. Az ura fölkelt. Ő a délutáni élményétől, a rettenetes képtől, melyet tulajdon szemével látott, még mindig nem tudott szabadulni. és így szónokolt. Megmérgezték az egészséges magyar nép lelkét. Azok a vitangok, azok a zsiványok. Azelőtt ez elképzelhetetlen lett volna. Egy ilyen iszonyúság de a sok kommunista propagandának, az agitátoriskolának itt az eredménye. Ez a bolsevizmus utolsó kilengése. Meg a háborújé, tette hozzá Moviszter. Azt hiszem, mondta Moviszterné, mégiscsak őrült volt, mert aki épeszű, az nem csinál ilyesmit. Végre semmi oka se volt. Nem beszámítható. Nem beszámítható, vitatkozott veled, róma. Ugyan, kérem, nagyságos asszonyom, ezt a legkönnyebb mondani, és ez a két ember élet? Föl kell kötni? Vagy te azt hiszed, Miklós, hogy ez csak ugyan nem beszámítható? Amikor elkövette, akkor semmi esetre sem. De különben. Haja, a férje se hiszi, pedig ő orvos. Hogy ne, majd legyilkoltatjuk magunkat. Kötelet a nyakára. Ha beteg, akkor is pusztuljon. Ki kell írtani, mint egy mérges kelevényt? Együtt dolgoztak, mint a Vörös, Gazember, a feleség, az egész banda. Ezt nem lehet elintézni egy orvosi izével, hogy terhelt, hogy gyöngje az idegrendszere. Ehhez jogászi belátás kell. Mert mi lesz különben a társadalommal? Igenis, ki kell égetni a kígyófészeket? Ki kell írtani, mint? Aki a társadalom rendjét megbontja, az vesszen. Irgalmatlanul. Akasztani. Akasztani. A kis druma az anyja ölében nyafogni kezdett. Anyuskája fölkapta, vitte, vitte, úgy csitítgatta. Druma is nyugtalankodott, hol marad oly sokáig az a stefi, hisz csak a főutcára szaladt a postára. Most a homályos lépcsőházba belopózott egy lány. Nesztelenül surrant föl, mint az árnyék, az első emeletre a falak mentén nem vett észre senki. Megállt víziék rendőrileg lepecsételt lakása előtt, csöngetett többször egymás után percekig várt, majd hogy senki sem jött, leült az ajtó elé, és elkezdett keservesen sírni. Etel beszaladt drumáékhoz. Tessék jönni, újságolta a lélekszakadva. Itt a katica. A katica? kérdezték megriadva, mert ezen a bajós napon minden ijesztőnek tetszett egy új szerencsétlenség előjelének. Ki az a katica? Aki a víziéknél szolgált azelőtt. Mit akar itt? Idegeskedett Druma. Miért nem csukta be a kaput? Ki engedte be? Mindjárt a folyosóra tódultak. Onnan megindultan és döbbenten szemlélték ezt. A cseléd, a régi cseléd fehér szoknyájában, rózsaszín inklúzában, lakcipőiben ült halott gazdáinak portája előtt, mint a Hűség Eleven szobra, mint egy visszajáró kísértet. Hangosan jajveszékelt. Siratja őket! susogta te el, s ő is könnyet törölt ki szeméből. Mindez valóban oly ríkató volt, oly érdekes és nagyon gyönyörű, akár egy ponyvaregény utolsó fejezete. Az a gyülevész népség is megcsodálta, amely betódult az utcáról a lépcsőházba. Druma lekülte etelt, hogy az idegeneket távolítsa el, kulcsal zárja be a kaput, a lányt pedig vezesse föl hozzájuk. Katicába nem lehetett lelket verni. Az csak itta a forró könnyeit, sehogy se akarta abba hagyni. Etel veregette a hátát. Valósággal támogatnia kellett, mikor a lépcsőn fölkalaúzolt a drumáék konyhájába. Itt leültették a háziak, de alig nyitotta ki a száját, megint elbőgte magát. Azt is csak nagy nehezen bírtak kinyögni, hogy került ide. Elmondta, hogy az imént olvasta az esti újságban, erre legott felöltözködött, sietett, hogy láthassa azt az áldott méltóságos asszonyt és a méltóságos urat, akinél nem volt jobb ember a földön. De én tudtam, fuldokolt levegőért kapkodva, én éreztem ezt, én megálmodtam. Mit álmodott Katicám aranyom? szólt Etel. Menny asszony volt, zihálta. A méltóságos asszony? Olyan szép halvány menyasszony fehér fátyollal koszorúval a fején? Az rosszat jelent. A lakodalom mindig rosszat jelent. És sütöttünk, főztünk, annyi baromfit öltünk, csak úgy csöpögött a zsír. Pláne a vendégség. El is akartam jönni, hogy figyelmeztessem. Jaj, ha én eljöttem volna. Jaj, ha én itt maradtam volna, mert több ilyen hely nem volt Budapesten. Katica facsarta az orrát, a zsebkendője már olyan vizes és piszkos lett, mint egy mosogató A drumáné, hogy eltérítse bánatától, ezt kérdezte tőle. Hol szolgál most Katica? Itt egy gázgyári mérnöknél. És bömbölt újra. Na jól van, ne sírjon már, nézze, itt a Stefi is. Egy fincsába teljes kávét öntött, megtetejezte vastag zsíros föllel, eléjetette. Így a meg Katicám. Ott mellette két darab jó friss kalács is. Stefikém lelkem maga is kávézzék, ma még nem is ozsonnázott. Hozzon ki egy kis gyümölcsöt, ben van a pohárszéken. Etel nem akar egy csésze kávét? Egyenek! Mit csinálhatunk? Sajnos mi már nem változtathatunk rajta. Magukra hagyták a cseléreket. Ez a három lány kisírt szemmel hallgatott, mint három gyászoló családtag. Katica a fájdalomtól részeg volt. Arcán az átázott rispor megtúrósodott. De amikor a másik két cseléd bizonyos szószátyárt tárgyilagossággal elmesélte a gyilkosságot, érdekelni kezdte. Hiányos képzeletével is követni tudta az eseményeket, a tetsz pontosan ismerte. Mindig újabb és újabb részleteket követelt, nem bírt betelni velük. És hogy később a lányok már kifogytak mondani valójukból, maga ismételte el az egészet, annyira átélve, hogy beleborzongott, oly szemléletesen, mintha ő is ott lett volna. Csak azt sajnálta, hogy már elszállították szegényeket. Még egyszer utoljára szerette volna látni őket, legalább a méltóságos asszonyt a vérébe fagyva abban az ágyban, melyet annyiszor vetett meg neki. Látod, mondta Druma, ez is bizonyítja, hogy milyen emberek voltak. Akiket így sajnálnak a volt cselédjeik, azok nem lehettek rossz emberek. Milyen lány volt különben ez a katica? Jó érzésű lány, felelte Drumáné, szorgalmas és úgy tudom erkölcsös. A legjobb cselédjük volt, nem is értem, miért engedték el. Ha ő itt marad, akkor bizonyára nem történik meg ez. Nem gondolja, doktor úr? Lehet, szólt Movis mélyen eltűnődve. Lehet. Tizenkilencedik fejezet. Miért? Minden ilyen szenzáció gyorsan elmúlik. Pár napig lobog, az emberek beszélnek róla, aztán fölemésztődik a maga gyújtott a tűzben. Ez az eset is ilyen volt. Eleinte lázasan vitatták a környéken, anélkül, hogy közelebb jutottak volna mi voltához. Viatoris fűszeres boltja valóságos kaszinóvá változott. A kristinai úriasszonyok és cselédek a lúkköves hordók meg a babozzákok között naponta megtárgyalták. Mindenki azt kérdezte magától és másoktól, hogy miért történt. Erre azonban senki se tudott kielégítő választ adni, se magának, se másoknak. Az áldozatokat a társadalom nagy és osztatlan részvéte mellett temették el a sír mellé, melyben egyetlen kislányuk piroska nyugodott. Ezen a népes temetésen a rendőrségnek kellett föntartania a rendet. Utcagyerekek futottak a koporsók után, egymáson gázoltak át, hogy a koszorúkból egy virágot tépjenek emlékül. A sírnál politikai jellegű beszédek hangzottak el. Megjelent több közéleti előkelőség, az a sok vendég, aki részt vett az estén, az elhunytak rokonai, a patikárius házaspár Egerből, csak Jancsi hiányzott, a sürgöny úgy látszik nem érte el. Ott volt azonban Vizi Etelka, Vizi Kornél elzüllött huga, aki hamisított egyiptomi cigarettákat szokott árulni. Zokogott a gyászfátyolában, hangosan siratva az ő bátyját, az ő nagy és hatalmas bátyját. Édes Annát a rendőrségen beismerő vallomása után letartóztatták. Új nyomatot vettek tőle, háromszor lefényképezték, aztán átkísérték az ügyészségre a Margó utcai fogházba. Amint belépett ide, úgy tetszett, hogy rádőlnek a falak. Égigérő vasépületet látott szürkésen derengő fényben, csupa vasajtóval, vaslépcsővel, mely dübörgött, mint valami gőzmalom, ahol folyton őrölnek. Foglárjai fölvezették a harmadik emeletre, becsukták egy cellába. Egy ágy volt itt, egy szék, egy asztal, meg a klozet, de a cella eléggé tiszta volt. Világosabb és valamivel nagyobb, mint az ő konyhája szinte el se hitte, hogy csak ilyen egy börtön. Azt hitte, hogy a börtönben almon fekszenek a rabok, s békák szemei világítanak nekik a sötétben. Leült a székre. Nem sírt, de sokat töprengett. Este az ágya elé térdepelt és imádkozott. Maga a vizsgáló bíró, miután tüzetesen áttanulmányozta a rendőrségi jegyzőkönyveket, nem sokkal látott világosabban, mint azok, akik úton útfélen, hol mi mendemondák alapján beszéltek róla. Az ügyészség fontosnak tartotta, hogy ezt a szövevényes bűnügyet, melynek messze politikai mozzanatai is lehetnek, minden részében kibogozzák, főképp most a bolsevizmus bukása után, mikor még nem állott helyre teljesen a társadalmi rend? A vizsgálóbíró nagy buzgalommal látott hozzá. Ellenben minél tovább haladt, annál több olyan pont mutatkozott, melyet nem értett. Újra és újra zsákutcába került. Mindenek előtt tisztázni igyekezett a házmesterék szereplését. Ezeket a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte. Ficsorék égre földre esküdöztek, hogy ártatlanok, de oly tűzzel, hogy a következő napokon már nem maradt egyéb mondókájuk. Védekezésük abban merült ki, hogy annát befeketítették, alatt a most titkolódzó, mindenre képes leánynak állították be. Egyébként ellenük nem volt tárgyi bizonyíték. Viatoris kisinas azt vallotta, hogy Ficsor csak ugyan elküldte, majdnem ingerülten szólt rá, hogy ne csöngessen, mert még alszanak. A nagy esté után a házmesternek ez a föltevése nem lehetett föltétlenül rossz hiszemű. Pár nap múlván a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte őt is, a feleségét is. A vádlottat pedig minden nap maga elé vezettette. Mikor először jöttek érte, annak keresztet vetett, Istennek ajánlotta a lelkét abban a hitben, hogy már is a vesztőhelyre viszik, és azonnal fölakasztják. Egy sovány, kopaszos úr elé állították, aki kényszenvedett nyakkendőjében, meltűt viselt, s a szőrös nagyujján arany karika gyűrűt. Anna az igazsága szorgalmas, szerényen díjazott hivatalnokát valami nagyon nagy, nagyon gazdag úrnak képzelte. Később látta, hogy nem rossz ember. Finoman, jó indulatúan beszélt vele, megszokta őt már, unta is, annyit faggatta. Elmondatta, hogy ekkor meg ekkor mit csinált, biztatta, hogy emlékezik vissza, ez nehezen ment, erre a nagyságos úr, aki mindenre jobban emlékezett, segített neki. Már óráról órára, percről percre megállapították az utolsó napok történését. Anna a szemébe tekintett. Sem megtörtnek, nem mutatkozott, se zavartnak. Semmit se tagadott, sőt, néha úgy rémlett, hogy egyenesen vádolja magát. A vizsgáló bíró kiegészítette a nyomozati adatokat, Különösen esetleges bűntársaira vonatkozólag, de most már kizártnak látszott, hogy bűntársa is legyen. Az adatok összevágtak. A vádlott előtte se vallott egyebet, mint a rendőrségen. Csak arra a kérdésre nem tudott felelni, hogy miért követtel tettét. Sorra beidézték a ház összes lakóit. Druma vallomása esett leginkább latba. Ő a gyilkosság éjszakáján úgy kettő felé látta, hogy a leány a konyhakredencnél babrál annál a fióknál, amelynél, vallomása szerint, kivette a kést, s azt is látta, hogy a vendégek eltávozása idején már a fürdőszobában settenkedett. Etel bőbeszédű, homályos vallomásában akadt egy figyelemreméltó mozzanat. Tavasszal, egy vasárnap délután kirándult annával a Gellért hegyre a Citadellához. Anna lefeküdt a fűbe és elaludt. Pár perc múlva fölriadt, szaladni kezdett lefelé, karját lobálva és sikongva, mint valami bolond. Nem tudták, hogy mi van vele, csak akkor állt meg, mikor rákiabált, akkor is sokáig reszketett még. Steffi viszont a gyilkosság előtt körülbelül két héttel a Márvány utcában találkozott vele, egyedül őgyelgett a ház előtt, ahol valamikor Jancsi úr filakott. Anna észrevette őt, de beszaladt a lépcsőházba, és amikor később megkérdezte tőle, hogy mit keresett ott, csak hebegett. Most sem tudott erre vonatkozólag pontosabb fölvilágosítást adni. A vizsgáló bíró idézést küldetett Patikárius János Bécsi címére. Bécsből a rendőrség azt felelte, hogy az illető ismeretlen helyre távozott. Egy lengyel táncosnővel lakott együtt, az azonban már föladta ötszobás lakását, elutazott Varsóba. Mindez nem tetszett fontosnak, tekintve, hogy Patikárius János több mint fél éve nem lakott Budapesten. Megidézték a vádlott szüleit is. Édes István bátyja hajnalban szállt le a vonatról, kezében egy batyuval, meg két pár csirkével. Utána piros bőrpapucsban egy takarosnál a jóval fiatalabb parasztasszony ment, egyenes gerincel, keményen, a második felesége az nem vitt semmit. Mint hogy még korán volt, s nem ismerték ki magukat ebben a nagyvárosban, a vérmezőnél megtudakolták, merre van víziék háza. Ott letelepettek a lépcsőre, megvárták, míg drumáék fölébrednek. A tekintetes ügyvéd úrnak odaadták a két vár csirkét, tejföld, friss túrót is hagytak a konyhában, mert hát jó az uraknak valamit dugni, ha a törvényel baj van. Druma megmagyarázta, hogy az írással hol kell jelentkezniük. A vizsgálóbíró őket is kihallgatta. Édes Anna apja kiség görnyet, soványbéres volt, már túl az ötvenen, de még nem őszült. Csak megkopott a szők és haja, beporosodott az időtől, olyan lett, akár a törött szalma alapját forgatva állt a vizsgálóbíró előtt, de folyton az élete párjára sandított az egyik hibás szemével, melyben alázat és ravasság tükröződött. Úgy látszott, hogy egyáltalán nincs meglepődve. A parasztot semmi se lepi meg. Az az élet nagy tényeit, a gyilkosságot is épp oly természetesnek tartja, mint a születést vagy a halált. Ezt az öreg cseléd igyekezett elpalászolni. Hangját túl nyekergővé változtatta, siralmasan, nyőszörögve beszélt, mint az, aki a halotti torona rigmusokat kántálja. Elmondta, hogy a második asszonyt négy évvel ezelőtt vette feleségül, meg hogy a lánya, az ő rossz lánya, az ő gonosz lánya, mindig ilyen volt, engedetlen és szófogadatlan, otthon is sok bajt csinált, azért küldték szolgálni Pestre. A mostoha, dolgos, tiszta, gusztusos menyecske, bólongatott. Ő még többet tudott. Rémüldözve mesélte el a vizsgáló bíró felé hajolva, hogy az Anna egyszer majdnem hozzávágta a sarlót, talán őt is megöli, ha az apja közben nem veti magát. Pörgött a nyelve, beszélt, beszélt fáradhatatlanul a töretlen erejében. De aztán ellentmondásba keveredett. A vizsgáló bíró fölismerte a helyzetet, hazaküldte őket. Megvizsgáltatta a vádlott elmebeli állapotát. A törvényszéki orvosszakértő lehozatta Annát hivatalos helyiségébe bizonyítványt állított ki, mely szerint a vádlott vérszegény különben beszámítható. Ezt az aktát a vizsgáló bíró a többi mellé csapta. A nyomozást a maga részéről befejezte. Az ügyiratokat fölterjesztette az ügyészségre, az ügyész elkészítette a vádiratot. Édesannát előre megfontolt szándékkal elkövetett kettős címén vád alá helyezték. Hivatalból rendeltek ki melléje védőt. A kis kezdő ügyvédke, akinek eddig csak egy hagyatéki tárgyalása volt meg egy lakáspöre, belemélyedt az ügybe, ezzel akarta megalapozni kriminalista karrierjét. Védencét sokszor meglátogatta a cellájában, vigasztalta, hogy ne essék kétségbe, majd ő eligazítja. Anna úgy beszélt vele, mint a rendőrtisztelés a vizsgálóbíróval. Később még fölkeresték a missziós nővérek is, akiknek kalapjáról kék fátyol lógott. Ezek bűnbánatra és töredelemre intették, vallásos füzeteket hagytak nála, melyekben a hit vigaszát találhatta. November közepén tartották meg a főtárgyalást, az érdeklődésre való tekintettel a törvényszég nagy termében. Sötét, hideg téli nap volt. A nagy teremben zölden lobogtak a gázlángok, erősen fűtöttek. Szolgák kiabálták a megidézettek neveit. Tizenegy tanút idéztek meg, hatot a vád, ötöt a védelem kérelmére. A terem emelkedő pacsorait zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság. Jobbára az áldozatok barátai, személyes ismerősei. Tatár Gábor a feleségével a hírlapírók padja mögött ült. Köszöngetett a tanúknak, akik lenne a székeken foglaltak helyet. Látni lehetett az Attila utca 238-as számú ház egész keresztmetszetét lakóival és cselédjeivel. Pont kilenc órakor bevonult a törvényszék. A főtárgyalási elnök meg a két bíró. Az elnök csöngetett. A főtárgyalást megnyitom. Tárgyalásra kerül édes Anna gyilkossági ügye. Hol a vádlott? Vezessék be! parancsolta egyik teremőrnek. Édes Annát már nyolc órakor lehozták a cellájából az alaksoron át. Egy szobában várt türelmesen. Kinyílt az ajtó, és megjelent benne ő. A pepita ruhájában, mely már egészen elrongyolódott. Utána két fegyőr szuronyos puskával. Nem is ment, odaszédült a vádlottak padjához az elnök elé. A fegyőrök, akik mindig a sarkában voltak, megigazították, aztán haptákba vágták magukat. Anna sok embert látott fönn len, lámpákat, képeket, nagy meleget érzett. A félesztendős fogság testileg nem viselte meg. Arca kisén megtelt, mint a raboké, bőrét valami földszín márványozta. Nagy nyugalom árad belőle. Hogy hívják? kérdezte az elnök, s már is a referensbíróhoz fordult. Itt az anyakönyvi kivonata? Aztán ő maga felelgetett helyette. Úsz éves, hajadon, nincs gyermeke, nem volt büntetve. Üljön le, mondta, rá se tekintve. A vádlott leült, melléje két fegyőr, lába közé kapva a puskáját. Egy piros papírról olvasták a vádiratot, mely így kezdődött. Édes Anna, római katolikus, vagyontalan, magyar. Hosszú vádirat volt. A fölolvasása fél órát vett igénybe. A közönség ez alatt a bírákat figyelte, akik túga és föveg nélkül ültek az emelvényen, az utcai ruhájukban, nyakkendővel és kemény gallérrel, de bizonyos személytelen szinte középkorian, szinte ókorian, mert az embereknek itt a földön az volt a csodálatos hivatásuk, hogy igazat lássanak a többiek fölött, ezt tanulták, ebben éltek, és egykor a gyászjelentésükön, a sírkövükön is ez áll majd, bíró. Az elnök lapozgatott egy könyvben. A referens bíró, bajuszos, hosszú orru ember, szemény csiptetővel, ügyiratokat kötözött össze, a szavazó bíró a legfiatalabb közülük, zömök vállas, felkönyökölt az asztalra, a jobb tenyerébe hajtotta a nagy súlyos fejét. Baloldalt az elnöktől egy emberke izget mozgott, a védő. Üdvözölte az apját, az anyját, a rokonait, akiket nagy számban csődített erre a tárgyalásra, hogy tanúi legyenek első nagy szereplésének. Az ügyész gondolataiba merült. Miután a vádirat fölolvasása véget ért, az elnök így szólt. Álljon föl, édes Anna! Megértette a vádat? Emelt hangon beszélt hozzá, mint azokhoz, akik süketek vagy nem állnak a mi értelmi színvonalunkon. Magát az ügyész úr azzal vádolja, hogy meggyilkolta a gazdáit. Bűnösnek érzi magát? Bűnösnek érzem, felelte Anna. Az auditorium susogott. A referensbíró ránézett, a szavazóbíró pedig a másik tenyerébe hajtotta fejét. Hát akkor, folytatta az elnök már elbeszélő hangon, mondja el szépen, hogy történt, de részletesen. Figyelmeztetem: ha mindent beval, segít magán ellenben. Ha tagad, és itt ismét emelte hangját, csak árt magának, mert nekünk majd módunkban lesz mindent rábizonyítani. No kezdje. Az ügyvéd integetett védencének, hogy kezdje, de annak a torkán egyetlen hang se akart fölszakadni. Erre az elnök a segítségére sietett. Szóval, ugye, maga a cselédjük volt már tíz hónapja szolgált vizéknél. Kezdjük talán ott, hogy maguknál 1920. május 28-án vendégség volt, az a nagy vendégség, igyekezett népiesen beszélni. Azon a napon este felé dolgozott főztem. Helyes, bólintott az elnök, mint egy megdicsérve érte. Végezte háztartási teendőit. Jöttek a vendégek, maga nem szolgált ki az asztalnál, már régen megvacsoráztak, hajnali két óra lehetett. Hol volt akkor? A konyhában. Igen, ott volt. És már akkor ott motozott a kredencnél, húzigálta a fiókot, kereste a kést. Erre nem emlékszem revegte Anna a védő felé, aki helyeselt. Majd a szemébe mondják. Aztán mit csinált? Aztán bementem a hálóba. Ne zavarjuk össze. Akkor még nem ment a hálóba, az később jön. Előbb indultak a vendégek. Maga ekkor a fürdőszobában ólálkodott, lesben állt, előre készült a tettére. Nem emlékszik, hogy drumanadságos úr is betekintett oda? Nem. No, majd ezt is mindjárt megállapítjuk. Tanú van rá. Folytassa. Menjünk vissza oda, amikor kiszellőztetett, s az asszony aludni küldte. Erre ahelyett, hogy lefeküdt volna, megvárta, míg elalszanak. Aztán bementem a hálóba. Még mindig nem ment be a hálóba, mondta az elnök az asztalra ütve. Anna egyik lábáról a másikra állt, előre-hátra topogott az időben, amely elmúlt, kábulat fogta el a nagy utazástól. Elakadt. A védő fölkelt. Méltóságos elnök úr, tekintetes törvényszék, teljes tisztelettel indítványozom, szíveskedjék a vádlott elmebeli állapotának megállapítására egy hírneves pszichiátert ide rendeltetni, hogy itt a helyszínen ellenőrize őt. Valomása annyira szakadozott, annyira összefüggéstelen és patológikus, hogy védői lelkiismeretem szerint teljesen beszámíthatatlannak kell tartanom. Az elnök halkan tanácskozott a bírákkal és közölte a határozatot. A törvényszég az indítványt elveti. Amint a védő úr is tudja, már több ízben megvizsgálták a szakértők, és beszámíthatónak jelentették ki, különben is kérem a végén méltosztasség összegezni indítványait. Tisztelettel, semmisségi okot jelentek be, szólt a védő. Az elnök újra visszavándorolt az időbe, tapogatózva haladt előre, kereste az igazságot a vádlottal együtt, vezette őt, noha ő maga sem látott még ebben a sötétben, és olykor arra várt, hogy majd a vádlott vezeti őt a pont felé, ahol egyszerre valami fény gyullad, mely érthetővé teszi az egészet. Mintha két összefogózott vakember ment volna az éjszakában, s az egyik vezetné a másikat, a vak a világtalant. Tehát, kezdte, Próbáljon csak visszaemlékezni. Miért vette magához a kést? Mit érzett akkor? Anna hallgatott. Az elnök tolmácsolta az érzését, a kifejezhetetlen érzést, mint egy lefordítva értelmes emberi nyelvre. Azt érezte, hogy haragszik rájuk. Agyát hirtelenül elborította a vér, nem bírt uralkodni magán, eszébe jutott talán, hogy egyszer asszonya megszitta, bosszút akart állni. De miért? Megint neki kellett beszélni. És nem ébredt föl ekkor a lelkiismerete? Nem szólalt meg magában a lélek? Nem gondolta meg, hogy mit cselekszik, hogy ennek következménye is lesz, hogy ezért felelnie kell Isten és ember előtt? Hiszen maga régebben nem volt ilyen leány. Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami. Egy titok, melyet közülük senki sem tud, talán maga a vádlott sem, de tovább haladt. Tudta, hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött ott az egész ember a teljes életével, melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl. Ő, aki már hozzászokott ahhoz, hogy az emberek nem ismerhetik meg egymást, teljesítette kötelességét. Beszéljen, lógatta a vádlottat. Amikor a hálóba ért, a gazdái már aludtak. Mit tett akkor? Akkor én... Na, no, csak mondja, kiszólt az elnök nagyon szigorúan. Akkor maga odalépett az asszony ágyához, és amíg aludt, a szívébe mártotta a kést. Ezt a kést né. Fölemelte a bűnjelek között lévő óriási konyhakést, meglóbálta a levegőben, úgyhogy a hallgatóság felszörnyülködött, majd a vádlott felé tartotta, s még mindig ide-oda forgatva ezt kérdezte tőle. Ez volt az? Ez mondta Anna, és hátra torpant, mert úgy érezte, hogy most a szívében forgatják meg a kést. Végre eldadogta, hogy történt. Nem is annyira a saját szavaival, mint inkább azokkal a szavakkal, melyeket a rendőrtisztviselőtől meg a vizsgálóbírótól hallott. Eléggé folyamatosan adta elő a gyilkosság lefolyását. Megölte az asszonyát, ismételte az elnök. Megölte a kenyéradó asszonyát, aki magát soha se bántotta. Menjünk tovább. Mit csinált azután? Kifutottam a szalomba. Nem, még nem futott ki, csak ne siessünk. Maradjunk egyelőre a hálóban. A gazdáját is leszúrta, mint egy orgyilkos. Kilencszer döfte belé a kést. Így volt? Így, de én a méltóságos urat nem akartam bántani. Megijedtem tőle. A bűnétől ilyet, meg a rossz lelkismeretétől, és megint gyilkolt. Később mi történt? Akkor már jöttek értem. Dehogy is jöttek még? Most maga arra a széles díványra feküdt, ott pedig elaludtam. És tudott aludni ilyen égbe kiáltó gasság után? Akkor sem ébredt a tudatára, hogy mit művelt, hogy bűnös. Nem is jelentkezett, hanem ott bújdosott, míg föl nem törték az ajtót. Legalább megbánta azóta bűnét. Tessék? Elkövetné újra, amit tett? Nem, ilyet föl Anna, nem. Leülhet, szólt az elnök. A vádlott kihallgatása befejeződött. Következtek a terhelő tanúk. A vád koronatanúja Druma Szilárd volt a piros arcú ügyvéd. Mikor fölkelt és a terem közepére ment, majdnem a csillárig magasodott. Nincs haragban a vádlottal, hadarta az elnök a formaságot, nincs vele rokonságban? A tanú nem is válaszolt, csak elmosolyodott a mulatságos föltevésre, hogy ő e fél éve rokonságban lehetne. Szabatosan tárta fel a tényállást, mely a premeditációt kétségtelenné tette. Az ügyésznek hozzáintézett kérdéseire tömör jogászi terminus technikusokkal felelt. Kifejtette, hogy a leány izgatott viselkedése már este szemet szúrt neki, figyelni kezdte, Éjjel kettőkor a vádott semmi más se kereshetett a fiókban, csak a kést, ezt nyilván elrejtette valahol, aztán mielőtt elment volna, még egyszer rajta jutott, akkor a vádlott, a fürdőszobában leselkedett, még borravalót is akart neki adni, de az rémülten ugrott be a hálószobába. Anna a szembesítésnél megtört, bevallott, hogy így volt. Druma még mindig nem fejezte be. Engedtessék meg nekem, szólt hogy rávilágítsak a bűnügy politikai hátterére is, és szóval kiterjeszkedjek, a tanúk soraiban ülő Ficsorra is Ficsornéra mutatott, a házmesterék szerepére. Ezek az emberek, méltóságos elnök úr, a kommunizmus alatt oly vörös érzületről tettek tanúságot, hogy a házlakóit éjjel-nappal rettegésben tartották. Én a magam részéről minden okot fönforogni látok, hogy ők a tulajdonképpeni mozgatói és értelmi. Kérem, szakította félbe az elnök. A vizsgálat megindult ebben az irányban is, de negatív eredménnyel járt. Az ügyészség sem tett vádindítványt, szólt az ügyészre tekintve, aki rázta a fejét. Ez nem tartozik ide. Druma ott állt, elkezdett és be nem fejezett mondatán lógva a levegőben. Rövid vita indult meg az ügyész és védő közt. Az ügyész kérte a tanú megesketését, a védő viszont ellenezte. Drumától kivették az esküt. Ezért a védő újra semmiségi okot jelentett be. Szűcs Antal a sarki őrszem a helyszíni szemle megtörténte előtt fontos mozanatokról számolt be, a bűnjelek elhelyezéséről és a vádlott közönyös viselkedéséről. Drumáné a leányt zárkózottnak tüntette föl, szóba hozta mellékesen a kisollója rejtélyes eltűnését is, magasztalta a viziéket, különösen a férfit. Moviszterné oldalt hasított szoknyájában jött ide, megsétáltatta új toalettjét, úgy kipingálva, mint egy színházi bemutatóra. Könnyed modorban társalgott, kacérkodott az ügyészszel. Szerinte a leány nem volt zárkózott, inkább jókedélyű, csodálkozott, hogy ilyesmire vetemedett, mert az asszonya maga volt az angyali jóság, szerette is őt. Sokat cseveget volna még, de kihallgatása sajnos véget ért. Ficsornak az elnök megemlítette, hogy mint a vádlott rokona megtagadhatja a vallomástételt, ő azonban vallani akart. Figyelmeztetem, szólt az elnök, hogy csak az igazságot vaja, mert vallomására esetleg esküt kell tennie, s a törvény a hamis esküt szigorúan bünteti esetleg öt évig terjedő fegyházzal. A házmester, aki már megrőkönyödött druma előbbi beszédétől, az öt évi fegyház hallatára még inkább menteni akarta bőrét. Elismételte mindazt, amit nyáron vallott, s amikor a kis ügyvéd kötözködött vele a vallomásának ingadozó voltát hangsúlyozva, elvesztett minden mértéket. Nem csak ezt mondotta, kérem, hanem mást is. Mikor egyszer összeszitta a méltósága, mert eltört egy tükröt, lejött hozzánk, és azt mondta, hogy elmegy innen, de előbb olyat csinál, hogy maga is megbánja. Földgyújtja az egész házat. Mikor mondta ezt? kérdezte az ügyész. Nem sokára azután, hogy beállt a helyébe. Határozottan emlékszik erre? Határozottan. Gondolja meg jól. Meg mer rá is küdni. Meg, válaszolta Ficsor, komoly elszántsággal. A tanú esküdtett, aztán meghajolt az elnök előtt oly mélyen, hogy mélyebben meghajolni emberileg szinte lehetetlen is. Ficsorné lépett az emelvény elé. A hájas asszonyság reszketett, mint a kocsonya. Már szánta Annát, szerette volna védelmébe venni, de félt, hogy rácáfol előbbi vallomására. Hát maga mit tud, Ficsorné? kérdezte az elnök. Milyennek ismerte ezt a leányt? Kérném, mindig olyan gyanakvó volt. Mi az, hogy olyan gyanakvó? Olyan gyanús. Magának volt gyanús? Nekem meg mindenkinek. És miből vette ezt észre? Mindig spekulált. Úgy érti ezt, hogy valami rosszat forgatott a fejében? Nem. Hát hogy érti? Úgy, hogy mindig búsult. Maga azonban a vizsgálóbíró úr előtt egyebet vallott. Nézze, olvassa, azt vallotta, hogy valakit egyszer már meg akar gyilkolni. Igen, mikor az anyjába belevágta a sarlót. Látta ezt maga? Én nem láttam, csak hallottam. Kitől? Az anyjától. Az a mostohája. Hagyjuk ezt, legyintett az elnök kedvetlenül, hagyjuk. Én különben nem mondhatok rá semmit. Azelőtt igen jó leány volt, de... De? De később rossz lett. Ezt mi is tudjuk, jegyezte meg az elnök általános derültség közepette. A cságos elnök úr önérzeteskedett Ficsorné, megsértődve bizonyos idétlen daccal, én csak azt mondhatom, amit tudok és mikor a hallgatóság újra nevetett, tovább füstölgött magában. Én kérem, nem mondhatok más, csak azt, amit tudok. Jól van, jó, menjen már, intette le az elnök. A vallomások már így semmis részeket hánytorgattak, fecsegéssé posványodtak. Az elnök szólította a következő tanút. Moviszter Miklós, doktor Moviszter, Orvos. Nincs itt? Kézbesítették neki az idézést? Nem mentette ki magát. Hol van? Hát, hol vagy, öreg doktor? Te haldokló. A gyógyíthatatlan betegségeddel, a nyolc százalékos cukroddal meghaltál azóta, vagy magaddal tehetetlenül fekszel, senyvedve attól az álomkortól, mely megelőzi az ilyen betegek halálát? Elvesztél te is, és már senki sincs ezen a földön? Ha még élsz, ha csak egy szikrányi lélek lobog benned, akkor te neked most itt a helyed, akkor el kell jönnöd. El is jött. Ott ült egészen hátul, elveszve a tanúk széksoraiban, elveszve a bundájában ezen a novemberi napon, már-már kihűlve az elmúlás közelségétől. Időbe telt, még előre topogott a bottyára görnyedve. Már olyan kicsire zsugorodva, hogy sokan fölálltak, úgy nézték, hogy ott van-e. Jelen, mondta meghajolva az elnök felé. Az elnök látva, hogy milyen állapotban van a tanú, közölte, hogy ülve is megteheti vallomását. Széket tétetett oda egyik teremőrrel. Ő ezt nem fogadta el, sőt, még jobban kiegyenesedett, már amennyire ő tudott. Ön, doktor úr, kérdezte az elnök. Szintén föntartja a vizsgáló bíró előttet vallomását? Igen, mondta Movister alig hallhatóan, úgyhogy az elnök töltsérgyanánt füléhez tette a tenyerét. Okolja meg, mire alapítja ezt. Movister gondolkozott, mint aki valami hosszú beszédre készül, bíztatta magát, mit késlekedsz, teljesíts kötelességed. Csak egy ember vagy, de hát mi több, mint egy ember. S két ember, s ezer ember nem több nála. Lépj előre egy lépést, így, és most még egy lépést, rajtad a sor, föl a fejet, Moviszter, szurzum korda, föl a szívet, csak föl a szívet. Nem értem, szólt az elnök. Kisé hangosabban. Mit kisé hangosabban? Nem kisé hangosabban, hanem nagyon hangosan. Kiálts! Dobogott benne a lélek. Kiálts úgy, mint a te igazi rokonaid. Az őskeresztények hősi papjai, akik föllázadtak a pogányság ellen, és a temetőkben a koporsók mellől kiáltottak az égbe, pörölve a legnagyobb úrral is, az igazságos, de nagyon szigorú Istennel, irgalmat követeltek a gyarló embereknek. Hiszen te minden nap elmondod magadban a halott tímát. Emlékszel, mi van benne? Ne tradas bestis animas confidentes tivi. Ne dobd oda a vadállatoknak a te benned bizakodó lelkeket. Et animas pauperorum tuorum ne oblivis caris infinem. És a te szegényeidnek lelkét ne feledd el végképp. Próbálj te is így kiabálni az arénán az oroszlánokat is túlharsogva, bátor katekumen. Hangja szilárdabbá vált. Teljes egészében föntartom vallomásomat. Csak azt tudnám ismételni, amit már elmondtam. Igen, szólt az elnök, egy aktaköteget lapozgatva ön így vallott. De tényeket kérünk verték. Éhesztették? Agyon dolgoztatták? Nem fizették meg a bérét? Úgy látom itt, mondta gyorsan, hogy karácsonykor valami ajándékot is kapott, egy különben jelentéktelen ajándékot, egy jumpert. Tessék beszélni! Ridegen bántak vele, jelentette ki Moviszter erősebb hangon. Ez volt mindig az érzésem. Szeretet nélkül bántak vele. Szívtelenül. És miben nyilvánult meg ez? Azt én nem tudnám pontosabban körülírni, de határozottan ez volt az érzésem. Akkor valóban csak érzések ezek, doktor úr? Sejtések, aféle finom árnyalatok, melyeket a törvényszég ilyen durva és szörnyű bünténynél alig ha vehet figyelembe. Mert itt tények vannak az egyik oldalon. Véres tények. Mi is tényeket kérünk aztán a többi tanú egyebet val. Épp az ellenkezőjét, hogy szerették és megbecsülték. Maga a vádlott sem panaszkodott se a rendőrségen, se a bírónál. Álljon föl, szólt oda a vádlottnak. Bántalmazták magát? Nem. Leülhet. Ez egyébként se valószínű. Nézd most, Moviszter, ezt a lányt mély tompultan ereszkedik le a fegyőrei közé. Nem kellemes látvány, de csak nézd meg jól. És nézd meg az elnököt is, aki megigazítja öreg kék szemén az olcsó pápa szemet, és vakarni kezdi a fülét, hogy ne is sejtsd, mi forog a fejében, mi zajlik a szívében. Ő csak a földi igazságszolgáltatás képviselője de igyekszik pártatlanul igazat látni, jobbra és balra tekinteni már amennyire lehetséges ez itten a világon. Nem érzed-e, bíztatta egyre magát, hogy közeledik az isteni igazságszolgáltatás felé, és már is a pártodon van. Hagyd, hogy kicsit még vitatkozzék, végre ez az ő kötelessége, aztán újra beszélj, ne félj tőle, ne félj te senkitől, mert te veled van az Isten. És ha rossz dolga is volt, kérem, érvelt az elnök, akkor a törvény adta jogánál fogva bármikor panaszt tehetett volna a gazdái ellen, fölmondhatott volna nekik, és 15 napon belül elmehetett volna. Kényszerítették, hogy ott maradjon. Mivel kényszerítették? Senkit se lehet kötéllel fogni. Egy ilyen öntudatlan, szerencsétlen teremtés. Azért nem kellett volna elkövetnie azt a szörnyűséges bűnt? Tűnődött az elnök, majd keményen tette hozzá. Erre nincs mentség. Akkor miért követte el? kérdezte Moviszter önmagától. Az az érzésem, ismételte makacsul, az az érzésem, hogy nem bántak vele emberien. Nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel gépet csináltak belőle. És kitört, majdnem kiabált. Embertelenül bántak vele, cudarul bántak vele. Ezért a kifejezésért rendre utasítom. A hallgatóság megmozdult, s helyeselve az elnök közbelépését fölháborodva mormogott. Csöndet kérek, szólt az elnök, és egyszer könnyedén megrázta a csengőt. Kinek a lélek harangja volt ez a rövid csöngetés? Mondjátok. Egyebet nem tetszik tudni? kérdezte a tanútól a referensbíró. Egy nem. A közönségnek az volt a benyomása, hogy ez a sír szélén álló agdoktor korlátolt ember. Movister az is volt, korlátolt volt, volt egy korlátja, mely nélkül emberi nagysága megsemmisült. Elveszett volna a szabadság meddő korlátlanságában. A kis kéneső vét fölpattant a székéről, s tisztelettel kérte a tekintetes törvényszéket, hogy a tanút eskesse meg. Ezt az ügyész ellenezte, tekintve, hogy a valomása általánosságban mozog és nem jelentős. Az elnök gyorsan határozott. A törvényszék elrendeli a tanú meghiteltetését. A tárgyalóterem hallgatósága izgatottan dobogvált föl valami tragikus színpadi Még az elnök is állt. Így szólt a tanúhoz, aki jobb kezét szívére helyezve bal kezének három ujját az égre emelve várt. Mondja utánam! és diktálta az eskü mintát. Én esküszöm, a minden tudó és minden látó eleven Istenre, hogy az igazságot, csak az igazságot vallottam, abból semmit el nem hallgattam, ahhoz semmit hozzá nem tettem, az Isten engem úgy segéljen. Movister ezt is hangosan mondta az Isten engem úgy segélyen. Visszaván a tanúk székeihez. Ezek különösen tekintettek rá, mikor helyet foglalt közöttük, elhúzódtak tőle. Moviszter ezt nem bánta. Ő voltak éppen nem is tartozott közéjük. Nem tartozott se hozzájuk, se másokhoz, mert nem volt se burzsóá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, mely magában foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Nyomban el is távozott, ment a dolga után, a többivel már nem törődött. Még néhány mentő tanú vonult föl, etel, szakácsnésan kiöltözködve, és Steffi kalabban, ahogy egy volt grófi szobalány kisasszonyhoz illik. Kulhanek Stefánia adatainak bemondása alkalmával személyzetnek nevezte magát és elpirult. Mindketten eskü alatt vallották az igazságot, csak az igazságot, akár a többiek, akik mind az igazságot vallották, jó úgy, amint ők látták. Dicsérték annát, de a szegény méltóságos asszonyt meg a méltóságos urat épp úgy dicsérték. Anna, aki már régóta egykedvűen ült a vádlottak padján, most fölfigyelt. Vildnét pillantotta meg, a raktárnoknét, az ő első asszonyát, aki ez akkor szegüdött el Dajkának, amikor Pestre jött 16 esztendős korában. Zakatolt a szíve. És már ott beszélt az elnök előtt Cifkáné is, ott volt a bandika nagynénje, a bandikáé, aki már nagy lehetett, talán iskolába is járt és ekkor zakatolni kezdett minden. Egyszerre eszébe jutott minden. A tárgyalás elhúzódott, az elnök gyorsította az ütemét, s hogy az ügyész megtette indítványait, és a védő bejelentette 27. semmisségi panaszát, a bizonyítási eljárást befejezetnek nyilvánította. Szünetet rendelt. Délután két órakor került sor a pörbeszédekre. Az ügyész hamar végzett. Föntartotta a vádiratban foglaltakat, mint hogy azok a tárgyalás során még inkább beigazolódtak, és bizonyos paragrafusokra, bekezdésekre hivatkozva példás büntetést kért. Annál hosszabb volt a védő. Ez a kis megindító mitugrász remekbe készült irodalmi védőbeszédekkel állt erő. Emberfeletti erőfeszítést fejtett ki, hogy védencét tisztára mossa, s a kötelet, melyet a vádlott meg a terhelő tanúk nyakára hurkoltak, bogonként föloldozza. Túl a nevetségesnek tetszett. Ő észokokkal próbálta plauzibilissé tenni, hogy a vádlott tettét önkívületben követte el, s önvédelemből gyilkolta meg gazdáit. Egy regényírót megszégyenítő részletességgel tárta föl előéletét, gyermekéveit. Azt hajtogatta, hogy inkább meneküljön száz bűnös, mint hogy egyetlen ártatlan bűnődjék. Mindig azt hitték, hogy befejezi de csak akkor kezdte. Most pedig, mondotta, miután vizet ivott, nézzük tekintetes törvényszék a lélektani okokat, a lélektant nézzük tekintetes törvényszék a lélektani tényeket. Tekintsenek kérem erre a falusi leányra, a nép egyszerű gyermekére, és mielőtt ítéletet hoznak, kérdezzék meg tulajdon lelki ismeretüktől, hogy az, aki itt ül a vádlottak padján, vajon valóban az a homo delikvente-e? Az a bűnöző típus, akiről Lombrózó beszél. Erre már senki sem figyelt. Folytonosan csapodott az ajtó, a hallgatóság elcsigázva a hosszú tárgyalástól, a tűrhetetlen melegtől szögdösött, csak az újságírók maradtak ott röhögni, meg a védő hozzátartozói rokonni kötelességből. Druma a sötét folyosón egy cigarettázó csoportnak a vád motivumait mérlegelte, s nem kételkedett, hogy az ítélet csak kötél általi halál lehet. Amikor a hallgatók visszaszállingóztak a tárgyalóterembe, a védő még mindig beszélt. Pierre Jean lélekkortani könyveiből olvasott fel hosszú idézeteket. Az elnök az óráját nézte, a referensbíró már az ítélet szövegét vázolta föl egy darab papírra. Végre a szónok rászánta magát elővette az utolsó, leghatásosabb mondatokat, s olyan költői lendülettel, mely a türelmetleneket bosszúsággal a hozzáértőket őszinte lenézéssel töltötte meg, madács remek művéből az ember tragédiájából merített idézettel befejezte beszédét. A törvényszék ítélethozatalra vonult vissza. Közben megeredt a havas eső. Sokan, akik ernyő nélkül jöttek, azon gondolkoztak, hogy kerülnek majd haza. Háromnegyed óra múlva az elnök meg a bírák szinte szaladva léptek a dobogóra. A vádlott még nem volt ott. Hozzák, intézkedett az elnök, s a mennyezetre tekintett kezében az ítélettel. Zörögtek a fegyverek. Édes Annát már hozták. Odaállították. Most halott halvány volt, nagyon félt. A haláltól félt, a kötéltől, s nyelt, folyton nyelt, mozgott a torka. Kihirdetem a törvényszég ítéletét. A magyar állam nevében a padok megint a dübörögtek. Csak szófoszlányokat lehetett hallani az ítéletből. Bűnösnek mondta ki, és ezért özbüntetésül 15 évi fegyházra politikai jogainak elvesztésére. Tizenöt, adták tovább meglepődve. Tizenöt! S legtöbben emberi megindultságot éreztek, mert az ítéletet igazságosnak tartották. Néhány nő könnyezett is. Az ügyvéd rokonaira pillantott diadalmasan. Meg volt győződve, hogy ebben neki is, Pierre Jeanének is van némi része. Az indoklásban azt foglaltatott, hogy a törvényszék súlyosbító oknak vette azt a kegyetlenséget, melyel a vádlott a gyilkosságot elkövette, de enyhítő körülménynek kellett venni a vádlott büntetlen előéletét, töredelmes beismerését és az együgyűséggel határos műveletlenségét. Megértette? kérdezte tőle az elnök a régi erős hangján. Magát a törvényszék 15 évi fegyházra ítélte jogában van föllebbezni. Ügyvéd és ügyész egymás szavába vágva föllebbezett. De ekkor a hallgatóság már elhagyta a termet. Édes Anna úgy szólván egyedül maradt a bíráival. Vigyék, mondta az elnök csöndesen a fegyőröknek. Pár nap múlva átszállították a gyűjtőfokházba. Itt várta meg a királyi tábla ítéletét, melyet tavasszal hoztak meg, és a kúria ítéletét, melyet egy év múlva karácsonytáján hirdettek ki. Mind a két föllebb fórum helyben hagyta a törvényszék ítéletét. Ezeket az újságok már nem is közölték. Annyira nem érdekelte már az embereket. Édes Annát egy szigorú januári napon két fegyőr a vonatra tette, elkísérte Mária Nosztrára. A fegyház kapuja becsapódott mögötte. Itt törzkönyvezték, megnyírták, megfürdették, számot kapott, darócruhát, megkezdte fegyenc életét. A Krisztina városban néha-néha még beszéltek róla, egyre ritkábban. Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, és így szólt az urához: Itt lakott. Nem emlékszel rá, olyan magas leány volt, erős, fekete szemű, nagy kezekkel. Csúnya volt, mondta a férfi. Elég szép volt, szólt az asszony. Szép volt. Amikor a románok itt táboroztak, egy román katona volt a szeretője. Így homályosodott el az emléke. Most már senki nem tud róla, hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. És ha nem élt volna még a Mária női fegyintézetben, hanem ott pihent volna valahol Dunán túl, a Balaton főkajári temető akácai alatt, akkor se semmi sülhetett volna meg jobban. Huszadik fejezet Párbeszéd egy zöld kerítéses ház előtt. Most megint ősz van. A kocsmákban mustot árulnak, a gyermekek játszanak a lepottyanó politúros vadgesztenyékkel, hullanak a levelek de a korona is egyre hull. Árfolyama 0,22 század. Az emberek kétségbe esnek, hogy lehet majd így alacsony árfolyam mellett enni, ruházkodni, fűteni, és remegve tekintenek a közelítő télelé. Délben a tőzsde ordít, itt az infláció, vagyonokat vesztenek és nyernek. Csonka Magyarországot fölvették a Népszövetségbe. Ismét elmúlt egy év. 1922-t írnak. Mi is történt azóta? Vasárnaponként fönn a Bástya sétányon katona bandazeng, s Réz lármájára önkéntelenül ütemesen lépdelnek a járók elők. Tatárék sétálnak, a kisebb leányuk nélkül, aki már férjhez ment. Ilonkának egy miniszteri fogalmazó udvarol. Jancsiról azt hallotta egyszer, hogy Lengyelországban van és parkett táncos. Néhai vizikornél háza olyan, mint régen, csak a házmester új. A másik elköltözött megszállt területre. Moviszterné ma is zongorázik és adi verseket szaval. Egyre fiatalabb emberekkel találkozik. Haját kanári sárgára festi, erősen hízik. Az ura pedig még mindig él, már nem is volna szabad élnie, de ő, akit annyian eltemettek, először is a hivatalos tudomány, az orvostanárok és kartársai, aztán ismerősei és tisztelői, szegény megboldogult vízi kornél is, minden objektív klinikai megállapítást és baráti jóslást megcsúfolva tovább él. Rejtélyesen és megmagyarázhatatlanul. Nem tudni, hogy miért. Nyilván azért, mert valami élteti. Ő egyébként itt a legcsekélyebb pont. Viseli a megaláztatást a felesége miatt, s etel növekvő szeszélyeit. A környék szánakozva mosolyog rajta. Druma Szilárd a házgondnok. Patikárius Ferenc a gyászeset után örökölte a házat, s az ő ügyvédi gondjaira bízta. A lakáshivatalnál kiárta, hogy nagy praxisára való tekintettel megkaphassa a volt házi lakását is, ezt újra tapétáztatta, most itt lakik a családjával. Közben született egy gyönyörű kis leánya, aztán egy fiacskája. Német kisasszony ügyel a három druma aki szépen fejlődik. Stefi még így szolgál, de szemüveget hord, mert gyöngül a szeme. Mellette egy kis pesztra van, széles, mongol járomcsontokkal, suvix fekete varkocsal, mint egy kínai. Az iroda a második emeletre került a régi, szerényebb lakásba. Azóta hatalmasan föllendült. Két írógép kopog itt, és a látogatóknak bejelentő évet kell kitölteniük, milyen ügyben keresik az ügyvéd urat. Egyre nagyobb szerepet játszik a közéletben is. Legközelebb föllép országgyűlési képviselőnek a pótválasztáson. Legközelebb föllép országgyűlési képviselőnek a pótválasztáson olyan kerületben, ahol ellenjelöltje sincs. Egy délután, mikor gyújtogatták az utcai lámpákat, de az őszi ég még nyájasan ragyogott, Druma Szilárd a várból jött le két kortesével az ergelépcsőn. Lassan ballagtak hazafelé a táborúca szeriden ereszkedő lankáján. Lejjebb egy zöldkerítéses kerítéses ház bepillantottak a vasrácsos kapun. A kertben üveges verandát láttak egy asztalt ozonnára terítve. Ez az üvegkalitka a maga csöndes zártságában a kivilágított ablakaival fölkeltette érdeklődésüket. Mindhárman megálltak. Leplezett kíváncsisággal, de őszinte irítséggel szemlélték, azt gondolva magukban, mint mindenki, aki kívülről néz, akármilyen otthont, hogy ott a boldogság és megelégedettség lakik. Szőke kisfiú ült az asztalnál, szövetkezeti ruhájában már uzsonna után, és azzal foglalatoskodott, hogy ólom katonáit harcszerűen állítsa föl a morzsás abroszon, és egy háborús indulót dúdolt, kezével verve az ütemet. Mellette az édesanyja Vart munkájára hajtva komoly okos fejét. Tűnődő arcán, melyet a koszorúba font dús haj keretezett, árnyék volt. Időnként valamit mondott a kisfiúnak. Az tanácsokat kért tőle, hogyan verhetik meg a teljes lábas, meg a fincsák körül portyázó magyarok, a túlerőben levő, folytógázzal és tankokkal operáló franciákat. Belülről a lakásból a verandára lépett egy magas, kócos férfi munkazubbonyban cigarettázva. Feketét töltött egy vizes pohárba. Amint szájához emelte, tekintete találkozott a három idegen tekintetével. Ezek elszégyelték kandiságukat, megindultak a kerítés mellett. Kosztolányi, mondta Druma egy kis idő múltán. Kosztolányi Dezső. Az a hírlapíró? kérdezte az első kortes. Az. Ez írt itt egyszer valamit, szólt a második kortes, valami verset egy beteg gyermek haláláról, vagy egy árva gyermekről, nem tudom, a lányom említette. Druma ezt mondta. Nagy kommunista volt. Ez, csodálkozott az első kortes, hiszen most nagy keresztény. Igen, ódította meg a második kortes. Egy bécsi labban azt olvastam, hogy fehér terrorista. Nagy vörös volt, ismételte Druma. Pogány népbiztossal dolgozott. Le is fotografálták őket együtt a vérmezőn. És mit csináltott vele? tudakolt az első kortes. Nézte, felelte Druma titokzatosan. Nem értem, csóvált a fejét az első kortes. Hát akkor tulajdonképpen mit akar? Ki kell tart ez? Egyszerű, döntött el a vitád druma. Mindenkivel és senkivel, ahogy a szél fúj. Azelőtt a zsidók fizették meg, és az ő pártjukon volt, most meg a keresztények fizetik. Okos ember ez, kacsintott. Tudja, hogy mit csinál. A három barát megegyezett ebben, ismét megálltak a kerítés végén. Látszott azonban, hogy még most sem értik egészen. Az arcukon pedig az látszott, hogy nekik valóban mindig csak egy gondolatuk volt, de az is látszott, hogy kettőt már nem tudtak gondolni. Vállat vontak, mentek lefelé. Druma még mondott valamit, amin minnyájan jó ízűen kacagtak. De hogy mit mondott, azt már nem lehetett hallani. Beszédükre fölneszelt hattyú az a kuvasz, amelyike ház békéjére ügyel. Lefutott a kert sarkáig, és ott mérgesen csaholni kezdett. Úgyhogy Szavuk egészen elveszett a kutyaugatásba.